Hiányérzet. Talán pont ez az a kifejezés, ami megmaradt a peacos fejekben az egy ponttal megnyert Beac elleni mérkőzést követően. A lányoknak azonban muszáj előre tekinteni, hiszen már a nyakunkon a Pöstjén elleni Európa Kupa visszavágó. A csapatot a hétfő esti edzésen látogattuk meg. A szombati bajnoki után Boris Majkovicstól csupán egy szűkszavú nyilatkozatot lehetett olvasni. A gyakorlás végén tehát egy kicsit bővebb értékelésre kértük meg a trénert. Jól nyitunk meccs, és akkor rögtön is vezetünk 15-2, de utána, hogy mondjam, kicsit mikor kezdünk cserélni, elviszünk valamit ritmus, és engedünk, hogy Beac jön vissza. Viszont ez a Beac, ez egy fiatal tehetséges csapat, ahogy úgy gondolom ezen a bajnokságban tét nélkül játsz. És én azt mondtam, lányok, ilyen meccsek legnehezebb játszani. 17 pontos, 9 lepattanós és 7 faltot kiarcoló játékosunk, Jessica Custer szerint a Beac Újbudának a rossz csapatvédekezésünk miatt lehet egy győzelmi esélye. A védekezésünkkel voltak a fő problémák. Egy az egyben próbáltuk védeni a Beac játékosait, és hiányoztak a besegítések. Arra kell a továbbiakban koncentrálnunk, hogy a védekezésünk is csapatként működjön. A Beac Pécs kedd reggel indult el a pöstjéni visszavágóra. Márton László technikai vezető, negyedik éve felelős a csapat utazásaiért, így nem csoda, ha ennyi idő alatt kialakult az utazási rutin. A lányok precíz, napokra és órákra lebontott menetrendet kapnak készhez, így ők is felkészülten szállhatnak fel a csapatbuszra. A forgatókönyv egy állandó megállóhelyet is tartalmaz. Egyetlen egy kabala van, amit én vezettem be még 4 évvel ezelőtt, hogy a Dunaújvárosi benzinkútnál mindig megállunk. Ott van egy 15 perces kávészünet, ott kabalából mindig megáll a csapat, és onnan megyünk tovább. Az Európa Kupa azért más kávéhez egy magyar bajnoki mérkőzéshez képest. Természetesen rengeteg munka és szervezés előzte meg a pöstjéni vendégjátékot is. A pöstjéniekkel igazán fölvettük ugye a kapcsolatot a sorsolás után, amikor kiderült, hogy velük játszunk, és megkaptuk azokat az adatokat, amikkel tudunk dolgozni. Gondolok én akkor a szálloda címére, a sportcsarnok címére, illetve egyeztettünk velük, hogy az edzési időpontokat mikor tudjuk befoglalni. Nyilván ugye a mérkőzés előtti napon, mikor megérkezünk, akkor a mérkőzés időpontjában kell edzést biztosítaniuk. Ezt meg is adták, tehát 6 órakor fogunk játszani, és a mérkőzés napján délelőtt, pedig ahogy a terem adja a lehetőséget, az alapján tudunk edzést biztosítani a lányoknak. Egy hosszú utazás után a buszból kiszállva azonban Boris Majkovics is másfajta munkát vár el a lányoktól. Ez a taktikai edzés mindenképpen utazás, hosszú utazás után, hogy kicsit, hogy mondjam, ez a fáradtság lábáról kinyomjunk, jó nyújtás, futás és ilyen, a nap meccsen ez a dobedzés. A hátrány 10 pont a párharc első felvonása után, ami jó játékkal ledolgozható. Jess Custer legalábbis ebben bízik. Az első meccsen nem játszottunk jól, de 10 pont hátrány nem nagy különbség a kosárlabdában. Ha jobb teljesítmény nyújtunk, úgy gondolom, jó esélyünk van, hogy legyőzzük őket. Csak figyelnünk kell a részletekre. Pécsről Pöstjénbe nagyjából 8 óra alatt jut el a Beac. Ennyi idő alatt a lányoknak és a stábnak is el kell foglalnia magát. Hogy mit csinálunk a buszon, mindenki mást. A lányok általában alszanak, tablettet néznek, olvasnak. Én is most bekészítettem a tablettemet, 8 filmet raktam rá, úgyhogy eltelik az az idő odafelé is, meg visszafelé is. Még a meccsre is jut majd valami film. Gyanítom.